Ez itt az Andonik Jákó sportmagazin. Hello, Anett! Sziasztok! Mai vendégünk Katus Attila! Szép napot üdvözlök, mindenkit szeretettel! Az az érdekes, hogy ebben a sportmagazinban leginkább olyan híres emberekkel szoktunk beszélgetni, zenészekkel, vagy egyéb más területen érdemes szerző emberekkel, akiknek olyan nagyon sok köze nincs a sporthoz. Hál' Istennek most előkerült egy olyan fiatal ember is, aki jelenleg is szerintem aktívan sportol, legalábbis ugye a fizimiskál ezt mutatja, de mi kíváncsi vagyunk a sportmód. A gyerekkorodban, amikor először sportoltál, akkor az mi volt, és honnan jött az indítatás? A szüleid zavartak el valami focipályára, egyéb pályára, vagy te mi jelentkeztél már a suliban, hogy neked mozognod kell? Mire emlékszel? Hát igazából arra emlékszem, hogy édesanyám ugye gyógyszerész volt, most már ugye nyugdíjas, nagyon sok beteg embert látott, és azért ő néha-néha mesélt, hogy az egészség mennyire fontos. Édesapám pedig egy kifejezetten mozgékony ember volt. Ő annyira mozgékony volt, hogy amikor lementünk a grundra focizni, akkor édesapám sokszor lejött velünk, és ugye szülőtette meg a gyerekével. Lejött velünk, beállt közénk, hogy cselezett, stb. Tehát volt egy ilyen élményem, illetve az élmény volt, hogy ő korán elvitte kúszni engem, még csak 5 éves voltam, hogy tanuljak meg úszni, mert az egy fontos dolog, az egy egészséges dolog. És akkor édesapám nem tudott úszni ráadásul, tehát nem úgy hitte, hogy én tudok úszni meg, hanem ő sem volt, a gyerekkorában olyan sanyarú sorsa volt, hogy még úszni se tanulhatott meg, és aztán levitt, és amíg én úsztam, addig az egyes pályán egyedül megtanult úszni, tehát ő így egy kis példát mutatott. Ez mekkora. Hogy ez, meg nem csak ugye elvitte a gyereket, aztán ő elment valóban kávézni, vagy valami, hanem vagy újságot olvasott, hanem ő ott szépen levetkőzött, ő is úszott, és alapvetően nem dohányoztak, tehát, hogy így minimum dohányzás. Pedig akkor azért nem volt ritka, hogy beültünk egy kocsiba, és volt egy dohányos, aki úgy rágyújtott, és ott azt négyen szívtuk. Tehát az első abban a világban még. Úgyhogy azért ilyen szempontból, és bár nekem ez nem volt tudatos, csak ugye szerettem mozogni, és szerintem ezt a mozgásigényt akarták kielégíteni. És amikor általános iskolában jártunk, akkor meg érdekes módon, de ez megint nem, én akkor ezt így nem is fogtam fel, akkor egy sporttagozatos osztályba tettek be. Tehát, hogy nekik ez szempont volt, pedig akkor nekem még ezt most persze örültem, hogy van testnevelésóra, de én ezt így meg nem fogtam fel annyira. És a későbbiekben is, ugye először, mint ugye úszó voltam, én sokat úsztam, és igazából mondhatnám, hogy tehetséges is voltam, csak én nem bírtam ezt a monotóniát, meg akkor még a víz valahogy a hidegebb volt, azt állandóan fáztam, és akkor egy idő után a labdarúgás irányába vitt az élet szerencsére, és akkor a Pécsnek a serdülő csapatában játszottam, sokáig csapatkapitány is voltam, aztán később aztán csere, és amikor csere lettem, akkor bizony elment a kedvem, el lehetett venni egy gyereknek a kedvét, hogy cserepadra teszik, pedig igazából akkor serdültünk, és hát ez csak egy időleges történet lehetett volna talán. És akkor abba hagytam a labdarúgást, és aztán utána pedig mindig én nagy labdarúgó akartam lenni, nekem ez mindig nagy vágyában volt, és aztán utána pedig jött a kézilabda, azt is csináltam egy 5-6 évig, ott is a Pécsi ifi csapatában játszottam, egy gyorslábú gyerek voltam, de hát azt már szerintem egy picit későn kezdtem, meg azért talán lehettem volna oda egy kicsit magasabb, erősebb. És aztán utána, amikor már azt gondoltam, hogy nem leszek élsportoló, akkor jött igazából a tornasport és az aerobik, ami gyakorlatilag utána nagyon sok szép sikert hozott az életembe, és ott rengeteget fejlődtem fizikálisan, olyan képességekre tettem szert, amiket ugye mondjuk egy labdajáték nem adott volna meg, és aztán utána maradtam is ezen a területen, bár néha ugye elkalandozok a foci irányába, aminek ugye mindig van egyfajta látható következménye, mert ugye most is gízbe van a lábam. Gyerekkorodban milyen szintig jutottál ezekbe? Tehát akár az úszás, kézilabda, vagy foci, tehát milyen szintig jutott? Mondjuk országos 9-10 voltam hátúszásban, arra emlékszem, akkor a fociban ugye az országban, egy országos bajnokságban a harmadikak voltunk, volt a Fradi, a Honvéd meg a Pécs, tehát a harmadik legjobb csapatban voltunk. Ugye Dárdai Pali még alattam nevelkedett, tehát láttam, hogy ő belőle miért lett labdarúgó belőle, mert miért nem, mert az édesapjával, persze az édesapja focista volt, ő talán volt egy kis hátszele, edzés után ő ott maradt, meg edzés előtt még sportolni, gyakorolni, nekünk meg volt egy olyan labdánk az embernek, hogy térdemig ért a labda, aztán mentünk a sarakpályára, aztán mi edzés után megentünk haza, tehát hogy láttam ezt így test közelből, hogy
hogy a plusz munka azért meghozza a gyümölcsét. Úgyhogy a fociban is lehettem volna nem egy Messi, meg egy Ronaldo, de mondjuk a labdahordójuk lehettem volna esetleg. Aztán, Középpályás voltam, mert eléggé rengeteget tudok futni, tehát jó futó voltam. Leginkább középpályás voltam. Csatárnak nem voltam elég gyors szerintem. Védekező, talán még néha még védőbe betettek, de alapvetően középpályás voltam, ahol mindig ott voltam, ahol a labda volt. Úgyhogy ez volt az én posztom. És aztán utána pedig jött az aerobik, az pedig, ott pedig hát ugye ott voltak a nagy sikerek, mert ugye 6-szor nyertünk világbajnokságot, de hozzáteszem, mikor elkezdtem, akkor nem így álltam neki, hogy világbajnok akarok lenni, hanem csak egyszer úgy álltam neki, hogy ki akartam próbálni egy színpadi sportot. Igazából kíváncsi voltam, hogy milyen képességekre tudok szert tenni, tehát fejleszteni akartam a testemet, hogy lazább legyek, erősebb legyek, ügyesebb legyek. Úgyhogy így álltunk neki, és nagyon jól éreztük magunkat a sportban. Egy elég intelligens sport, tehát okosan kell összetenni egy gyakorlatot, nézik el a zsűrit, hozzá aztán, tehát nagyon sok szempont van, hogy elég nehéz volt, és rengeteget is dolgoztunk benne. Aztán menet közben jött meg az étvágya, hogy egy csak országos versenyen másodikok lettünk, utána megnyertük, utána az Európa-bajnokságon harmadikak lettünk, akkor világbajnokságon 9-ek, vagy 11-ek, aztán 11, és akkor utána szépen akkor a világversenyeken már a 4-ek voltunk, akkor utána eljutottunk oda arra szintre, hogy már a dobogókat csíptük meg. Utána mindig másodikak voltunk, mert ugye ez egy pontozásos sportág, és a pontozásos sportágban azért egy kicsi nemzetnek a sportdiplomáciája annyira nem erős, és azért, ha brazilok vagyunk, vagy amerikaiak, akkor lehet, hogy egy-kettővel több világbajnokságunk van, meg egy-kettővel jobb helyezésünk, de hát ezzel éltünk együtt, és aztán egy idő után le tudtunk válni a Magyarországról, hogyha lehet így fogalmazni, és már külön kezeltek minket, mint egy ilyen nemzetközi társsportolók, tehát minket utána már le tudtuk szakadni arról a sportdiplomáciai hátrányról, vagy le tudtuk gyűrni, amivel... Jó, de hát ezzel együtt meg még édesebb a siker, nem? Hogy azt mondod, hogyha egy nagyobb sportdiplomáciával, jobb sportdiplomáciával rendelkező országban éltél volna, akkor jobban jöttek volna a sikerek. Viszont akkor nem biztos, hogy érezted volna, hogy az a te sikered. Így viszont tényleg értétek el. Igen, ez egy nagyon-nagyon lehetett örülni, mert tényleg azt egy nagyon kis költségvetésből dolgoztunk, sokszor ugye háttérmunkákat kellett végezni, és finanszírozni tudjuk az egészet, mindenhova kuncsorogni kellett önkormányzathoz, egyetemhez, szponzorokhoz, dolgoztunk, hogy pénzünk legyen, és aztán utána hullafáradtal lementünk edzeni, amit 3-4-5-6-7 órát is egy nap, tehát rengeteget sportoltunk, ezért a tornasport azért szerintem biztos tudjátok, hogy egy nagyon kemény sport, tehát azután egy labdajáték az egy sokkal könnyebb. Tehát vannak sportok, ahol sokkal több munkát kell beletenni, így jön az eredmény, sokkal fájdalmasabb is elérni azt, tehát azért egy aerobiknál bizony nagyon sokszor a maximális púzus körül vagyunk, tehát ez nem egy kényelmes állapot az emberi testnek. Tehát azt lehet mondani, hogy a sportban is van egyfajta hierarchia, hogy mi az, mennyire nehéz, mennyire küzdelmes, mennyire fájdalmas, és ugye nekem van azért tapasztalatom. Szerintem a plusz is egy komoly dolog, mert ott is rengeteg órát kell monotonban a vízbe lenni. A labdajáték az pedig viszont olyan szervezet, olyan háttere van mindenkinek ügyvéd, van masszőr, van stáb, van edző, van minden, tehát ott azért az egy sokkal ebből a szempontból egy könnyebb és ebből a szempontból szerethetőbb sport, és én mai napig én a focit azt nagyon-nagyon szeretem, és maga az a zöld, főleg egy nagypályán a zöld gyep, az van egy olyan jó hangulata, úgyhogy azért az egy, tehát így se bánom, hogy a tornasportban kötöttek ki, mert azért mondhatnám azt is, hogy én ebből élek a mai napig is, ebből innen indult ki valahogyan ez az egész dolog, hogy fitness, egészséges életmód, és akkor így kezdtem el képezni magamat. Mert hát ugye persze testen hát meg az a pár világbajnok érem azért csak kárpótolnám. Igen, mert azért ez sok olyan, az emberi testen nem... Az a jó, amikor nem csak tanítod, hanem már te is végigmentél azon az úton, és azért jól ismered a saját testedet, akkor tudsz másnak is jól segíteni, nem csak könyvből tanultad az egészet. Tehát, hogy ilyen szempontból is jó. Ráadásul ugye mindenféle generációval, korosztállyal foglalkoztam, úgyhogy azért elég jól látom az emberi testet, és azért ez nagy segítségemre van a munkában, amikor bárki hozzám fordul, hogy segítsek. Hát ugye az évek is hozzátesznek, meg az a pár súly, amit az ember elvégez, hogy így azért most már azt lehet mondani, hogy 40 év fölött, jóval most már 40 év fölött az embernek azért összeáll egy kép, egy rendszer, és azért jó érzés, amikor az ember már magabiztos a szakmájában.
és persze mindig fejlődik az ember. És utóbbi időben is éppen a karantén alatt én rengeteget olvastam és fejlesztettem magam, ugye egy online programot is készítek, tehát rengeteget, és azt gondolom, hogy most megint még érettebb a tudásom, még rendszerezettebb a tudásom, úgyhogy ezért mindig kell fejlődni. És jártál valahova beszédtechnika órára? Mert hogy annyit tud beszélni, apám, hogy belebeszéled az emberbe, hogy kezdjen el sportolni. Valóban a kommunikáció, a pszichológiai része, az edzőmunkának, az kulcsfontosságú. Tehát amikor az ember elkezd beszélni, akkor nem gondolja, hogy ennek ekkora jelentősége van, de idővel erre rájön az ember, hogy ha ezt nem teszi mellé, azt mondja, hogy a szakmai tudás az egy alapnak kéne, hogy legyen mindenkinek, és utána jön az a plusz. Szerintem egy jó labdarúgó edző is attól jó, hogy pszichésen, vagy egy válogatott, hogyha a magyar válogatottról beszélünk, egy válogatott edző, és hát nem ő tanítja meg focizni a csapatot, hanem maximum valamilyen stratégiát. Kihozni belőle a maximumot, igen. Itt fejben, tehát én ezt érzékelem, hogy ebben jónak kell lenni, mert ha ez nem megy, akkor, és valóban beszélni is tanulunk, te is még tanulsz, mert látom, hogy nem mindig sikerül befejezni a mondatot, de csak azért, mert belevágok a szabad. Nem, de elkezdem is nehéz, nem tudják helyezni. Szabja, te visszagondolsz a te karrieredre, akkor te is azért a beszédtechnika, meg a beszéd, azért, hogy érzed a fejlődést, nem? Vagy most már úgy érzed, hogy nincs olyan változás? Ráadásul én szexádi vagyok, tehát nekem megvolt egy olyan hátrányom is, hogy nekem volt tájtólásom. Vagy legalábbis nem tudtam szépen beszélni, nem voltak meg a szóvégi ermetük például, nekem nem volt olyan szavam, hogy már, nekem az volt, hogy már. Hogy mikor megyünk már. Érted? És akkor ezeket nekem külön-külön meg kellett tanítani, vagy tanulnom, tanítani és tanulnom, ráadásul úgy, hogy én addigra már nagyjából majdnem 30 éves volt, amikor elkezdtem rádiózni, és fontos volt az, hogy szépen beszéljek, csak a hangom volt meg hozzá, és a rossz beidegződésnél nehezebb dolgot szerintem még nem, nehezebb dolog, amit nem találkoztam. Tehát, hogy azokat kiölni egy emberből, ha valamit rosszul szoktál meg, hosszú-hosszú éveken keresztül, azt nagyon nehéz megszüntetni. Viszont arról mindenképpen beszéljünk még egy mondatot, most már régi benne vagyunk az időben, de mielőtt még befejeznénk, azt mindenképpen mesélj el nekem, hogy te kipróbáltál mindent, amit ki szerettél volna próbálni, mert mondtad, hogy minden ügyes voltál, meg tehetséges voltál, úszás, kézilabda, foci, stb. Hogy például extrém sportok, hogy miket próbáltál, és mi az, amit még nem próbáltál, de nagyon vágysz rá. Hát ugye, nem tudom, hogy a sízés az extrém sport, meg a snowboard, ugye ezt én nagyon, nagyon szerettem, és hosszú... Anett, annak számít szerinted? Micsoda? Anett, ezt kérdezem, hogy ez a sí, meg a snowboard az extrémnek számít-e? Ez szerintem, hát... Yes. Attól, hogy honnan nézünk. Kinek, igen. Elméletileg már nem, de ha valaki sosem próbálta, vagy nem tudom, lehet, hogy neki extrém sport. Gyerekkoromban... Nekem már a torna is az. Gyerekkoromban ez a, nem is, nem görkori, hanem ez a deszka, ami milyen deszka? Bőrdeszka. Na, hát bőrdeszkáztam, akkor abban azért nagyon jó volt. Kipróbáltam az ejtőernyőzést, de csak egyszer ugrottam ki, tehát ezt nem mondhatnám, hogy extrém sport, tehát kipróbáltam, de úgy, hogy valaki levitt a hátán, tehát nem tudtam le egyedül. Hát ugye erre azért nagyon büszke nem lehet az ember, búvárkodás, nem tudom, hogy ez mennyire, elég sokat búvárkodtam. Ezek azok szerintem, ezek extrém. Igen. Hát mindent kipróbáltam, tehát nagyon sok sportágat én kipróbáltam, ugye hát az a kérdés, hát a golftól kezdve a tenisz, tehát az ember kíváncsi más sportokra, de azért így rendszer kevésbé. Hát mondhatnám, hogy nekünk ugye balettetésünk is volt, egy tornát, tehát azok a balett, akkor a tánc, a különböző formái, de annak idején ugye táncos versenyt is nyertem, mondjuk ez egy másik műfaj volt, és azt is tanultam. De hát azért mondom, hogy nagyon sok nyitott voltam mindig mindenféle sportágra, és mindig nagyon élvezem, hogyha láthatok bármilyen emberi teljesítményt megnyilvánulni, ez lehet fizikális, vagy akár a mentális képesség, vagy tehetséget magas szinten látok, akkor az ember mindig elérzékenyül, mert mindig tudom, hogy mennyi munka van. Hát sosem úgy vagyok vele, hogy jó, az én mennyire ügyes vagyok, de hát az ügyes, az semmi, hát azt bárki megcsinálja, hanem pont olyan vagyok, hogy mindig ezt tudom mondani, hogy azt a mindenit. Sportcirkuszban is dolgoztunk egyébként, annak idején Németországba mentünk ki, és ott rengeteg ilyen sportolóval együtt léptünk föl annak idején. Tehát, hogy azért sok... Sportcirkusz? Azt mondtad, hogy sportcirkusz? Igen, ott állatok nem voltak, csak mindenféle artistáktól kezdve kerékpáros
produkciók, tornász produkciók, kínaiaktól kezdve mindenféle nemzet, nációt volt, és ezt nagyon élvezett. Ez olyasmi lehet, mint a Cirque du Soleil, ami... Igen, igen. Talán a neves, de egy olyan 2-3-4 ezer ember előtt az irestéként felléptünk, és csak négy kultúrék voltak, és nagyon-nagyon élveztük, hát megterelő volt egyébként. Szóval minden sportban megvan a maga nehézsége, maga szépsége, pláne, hogyha magas szinten művelik, akkor élmény nézni. Ati, nagyon szépen köszönjük, nem tudom, van-e még kérdés? Nem, köszönöm szerintem. Megtudtunk mindent a sport múltadról, jelenedről, és hát ne hagyd abba. Hát igyekszem a magam módján. Mert egy jó példa vagy mindenki számára. Remélem is, igyekszem, teszek is érte. Köszönöm szépen a megbeszélgetést. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neked. Köszönöm. Sziasztok! Ciao, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!